Sziasztok, visszatértünk. Ez itt a Ant-Man kibeszélő sója. Spoileres kibeszélő sója, ez a hivatalos név, csak ezt igen, úgyhogy aki nem látta, az most azonnal kapcsolja ki ezt a videót. Így van, aztán jön vissza később, és iratkozzon föl, és tartson velünk mindig. De most beszélgessünk akkor erről a dologról, és nézzük azt, amit nem mondhattunk el az előző videóban, mert nyilván érinti a történetet, vagy bármi egyéb fontos dolgot, amit nem szabad elsütni előre. Na hát akkor mivel is kezdjük, Ábel? Hát szerintem kezdjük azzal, hogy ugye kitértünk ennek az antagonistának, ugye ennek a Ghostnak az esetére, akiről én mondtam, hogy azért egy egész kellemes gonosz ő, mármint úgy valamennyire lehet azonosulni a céljaival, hiszen ő haldoklik, tehát molekuláira készül szétesni, egy egészen jól megkomponált előtörténet miatt, ugye az, hogy a szülei meghaltak egy kísérletben, és ő végülis túlélte, de hát ez lett az ára, hogy ő ilyen áttetszővé válik, szóval nyilvánvalóan ő két dimenzió között csúszkál. Jó, kinek a hibája ez? Hát semmiképpen sem a Michael Douglas, vagyis a jó, akkor ennyi. Pimé, akkor ezzel le is tisztáztuk a motivációt, persze, meg minden. Ez nekem ez a problémám, persze, hogy van egy ilyen ember, ez a csaj, akinek az apja, te oké, kirugatja a Michael Douglas elvileg, tök mindegy. Ez nem ok arra, hogy utána Michael Douglas életét fenyegessem, meg az, hogy te haldokolsz, az nem ok arra, hogy egy kislány életét fenyegessem. Én, tehát hogy azért én ezt nem tudom így elfogadni. Tehát, hogy Gyuri, mi... nagyon helyes, hogy nem tud elfogadni, csak vigyázni kell arra, hogy azért ne ítélkezzünk, mert ő egy konstans fájdalomba él, látta meghalni a szüleit, gyerekként választott magának egy hibást, akit ő ugye... Tehát, hogy most azért nem mondom ezt, mert én nem értem át azokat, amiket a de én nekem, de nekem nem azzal van a bajom, hogy ő szenved, és azért megtesz dolgokat, csak ne állítsa be úgy, világos, mint hogyha Michael Douglas-t kéne jó okolni, meg mutogatni rá, mert jó, kurvára nem kell. Hát ez nem is öli meg. Tehát, hogy a Michael Douglas-nek mi köze van ehhez? Meg most kimondta, hogy az ember ott kísérletezzen még, érted? Kétségtelen tény. Én csak azt mondom, hogy az emberiség 99,7%-a, ha bármi kicsi baj történik vele, szinte az első pszichológiai lépés az, hogy valamilyen hibást tettest keres, hogy ki okozta ezt. Hányszor mondjuk el akár egy nap, hogy te tehetsz róla, nem én tehetek róla, Gyuri tehet róla, mondjuk ő azért tényleg tehet róla. De a lényeg az, hogy nem, tehát hogy én szerintem, na, maradjunk annyiban, hogy nem egy kétdimenziós gonosz, vagy jó, nem ez, teljesen. Jó, tehát, meg egyébként hogy... nem rossz, tehát nekem nem, tetszik. Persze. Nem ezt akarom. De egyetértek az abban, hogy természetesen nekünk nem szabad ezt figyelj, fogadni. Nekem a Marvelben még talán a Thanos motivációval tetszik a legjobban, meg a Loki-ét is megértem. Nagyon tehát, jó, hogy vannak karakterek, igen, vagy a Hela, de a se a Killmonger, se uh-huh, igazán ez, uh-huh, sem a Zemo-val nem tudok azonosulni. Hát a Zemo-ra is egyébként, ugyanaz, nem tudom, hogy erre kitértünk-e korábban. Nem. A Zemo van ugye a Captain America Civil War-ban, és ott ő, neki meghal a családja, Sokóviában. Igen, oké, de tehát, hogy ő milyen karakter? Ő gyakorlatilag egy halálbrigádnak az ezredese, aki valószínűleg egy millió embert megölt. Persze. És hogy az, hogy most a te családod meghal egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen világot fenyegető eseményben, véletlenül, az nem ok arra, hogy te úgy csinálj, mint hogyha úristen, te amúgy egy ártatlan ember lettél volna, aki csak élte volna szépen az életét a családjával, és te csak valaki megöli őket. Tehát, hogy nem, ez egy ugyanolyan ember, aki kard által él, és egy millió embert valószínűleg elveszített, tehát utána ez nekem, tehát hogy én nem fogadom el az ő morális, nem tudom, felsőbbrendűségét azok után, hogy meghalt a családja. Ő csak egy agyatlan barom, akinek meghalt a családja, és ezért el akarja pusztítani, akit csak tud. Persze. De, szóval, na, de nem erengünk el olyan hosszan, Captain Zimon, teljesen igazad van egyébként. Mindenesetre itt a filmben a Ghost azért egyszerűen csak a napi szintű fájdalom miatt, amit átéle miatt, hogy ő így ilyen molekulárisan szétesni készül, szerintem egy picit legalábbis némi empátiát kelt benni. Jó, nekem de... amúgy tetszik, és én remélem, mi? Hogy ő visszatér, és remélem, hogy ő hát a jó oldalán lesz. Egyébként visszatérve arra, hogy hogyan lehet megmenteni egy elveszett embert, tessék a Laurence Fishburne. Az ez gyönyörű, persze, persze, az mennyire szép, amit az ember csinál, és még a végén nyilván, sem jó, engedi el a az lányt. Jó. Olyan jó, nem? Persze. Ez egy fogóckodó. Nyilván. Tehát, hogy ezt kell csinálni. Na de hát a húsvér emberek között nem mindenki Laurence Fishburne, és nem mindenki Denzel Washington. Különben nagyon érdekes, hogy a Laurence Fishburne ebbe szerepelhet. Ezt azért mondom, mert a Disneynek van egy szabálya, ő szerződést iratnak alá mindenkivel, hogy senki, aki a Marvel filmjükbe szerepel, az nem játszhat DC filmben, már pedig a Laurence Fishburne a Perry White.
Igen, a Planetnek a Supermanben. Ja, igen, ő Szóval nem tudom, hogy ez lehet, hogy úgy négy van, hogy embernek az egyik onnantól ismerő. kezdve, hogy ő szerepel egy ilyen filmben, utána már nem szerepelt, nem tudom, hogy van. Én azt tudom, hogy nem központi szereplő, olyan szinte, hogy nem szuperhős, tehát a szuperhősöket nem engedik ilyen crossoverbe belemenni, de Jó, most is ő lehet. azért talán ilyen. Minden esetre vele készült riport alapján elmondható, hogy nagyon szimpatikus ember továbbra is. Ő például azért is, hát amikor felajánlották neki ezt a szerepet, akkor rögtön elfogadta, és mondta, hogy hát nagyon-nagyon szívesen részt vesz bárminek. Sőt, azt mondta, hogy is fogalmazott, hogy ő még akár valami díszlet is lenne egy Marvel filmben, vagy valami háttér, mert olyan szinten szívesen szerepel benne. Szép a karakter, látszik amit ő rajta. Játszik egyébként. Én mindig szerettem, hogy a Laurence Fishburne szerintem egy jópofa ember, nagyon szép orgánummal, a magyar hangja még mindig egy gyönyörű magyar hang, tehát még szebb, mint az eredeti hangja, és hát ő az örök Morpheus pirulástól minden est, úgyhogy és mi a mindig helyzet? örülünk, ha Mi a látjuk. helyzet a kapis poénnal? A kapi jó? Szerintem jó a kapis poén. Kapi, hallod? A Hát most Captain nézd Amerikát magyarul. Így hívja a hangja, hogy kapi. Hát, hogy cap. Mert, Nyilván, Amerik- nem mert lehet. Angolul az, hogy cap, az tök jó, és mi is capnek szoktuk hívni, de nem kapinak. Minden nem lehet, tudod, mert ha át akarom ültetni magyarban, nem mondhatom azt nem, hogy cap Aha. magyarul. Ja, jó. És mi a helyzet kap, az, kapitány. Az FBI az ügynöknek a beszólása? Mit is mond? Egy újabb gyöngyszemet hallottunk ebbe a filmbe, hogy a Gyurival ki vagyunk hegyezve, de szerintem nem csak mi azért, nagyon sok magyar film néző arra, hogy botrányos dolgokat sikerül becsempészni a magyar szinkronba, és tényleg nem értjük, hogy hogyan. Mármint akár még örülhetnénk is annak, hogy régi szavakat próbálnak újraéleszteni, ennek én személy szerint örülnék is, csak egyszer nem illik oda. Itt most egy ilyen mondat hangzott el, hogy most aztán benne vagyunk a kulimászba. Ezt mondja az FBI ügynök. Így van, egy szemlátomás feszült helyzetben, tehát hogy én tényleg próbáltam a mozi alatt is, meg után is visszagondolni, hogy hallottam-e valaha ezt a szüleimtől, vagy akár a nagyszüleimtől, de nem. Lehet az óviba hallottuk valakitől. Hát én nem tudom, Gyuri. De nincs baj a kulimász, szóval tök jó legyen, meg én mondom, ne hagyjuk veszni a magyar régi szavainkat, de hát ne tegyük bele egy Marvel filmbe egy FBI ügynök számára. Jó, ezt az FBI ügynököt, ez olyan szinten kretén végig, mint a, nem is tudom, a Hux a Star Wars-ba. Ugye? Hát talán annyira nem bosszantó nekem, de figyelj, amikor oda megy hozzá az egyik embere azzal, hogy izé van egy fülesünk, megtaláltuk szeretem ezeket. Szeretem a füleseket, igen. Valamilyen baromságot igen, mond, igen. Tehát így, aha, van egy füles, azt szeretem. Ja, hát debil. Debil, debil, debil az persze. ember, teljesen. Jó, de nem gondolt, hogy ebben a filmben ez még valahogy még ez is belegyűlik. Jó, bájos egyébként, hát összességében ő bájos. Igen. Ahogy tehát ez ilyen penyaszintű kreténség végig. Van. És ő megpróbálja eltanulni a kis kártyatrükköket a hangyától, és ez, szerintem ez vicces. Tehát, hogy őt még így is lehet szeretni. Miért? Azért, mert igényesen kezeli a saját maga kereteit ez a film, tehát tud benne maradni a humorba úgy, hogy azért az nem feszít túl határokat, tud akciót adni, amiből jó sokat láttunk ebben a filmben, és nem formabontóak, ugye, amikor kibezsugorodnak. Tehát az igazság, hogy már ez a Ghost, a való harca a Wasp-nak, a darázsnak, az döbbenet, mert ott egyik se, ha ügyesek, egyik se tudja, meg el se találni a másikat. Tényleg. Tehát egyébként ilyen két ilyen üthetetlen ilyen ja. szellemkarakter, szóval fura. Ők egyébként nem gondolt, hogy egész kellemes ellenfelei lettek volna a Thanosnak is, hát egy ideig. Persze a Thanos mindenkivel azt csinálta, amit akart. A buzi kövei. Széthajtogatta volna. Jű, spirált csinált volna. Pankrátornal, az nagyon durva. Ja. És hát ami azt illeti, akkor most már erről is nyíltan beszélhetünk, post-credit scene, hát szóval megtudhatunk a jövőt illetően valamit, egyetlen egy dolgot ebből a filmből, mert arra nem tértünk ki az előző videónkban, hogy ez a polgárháború után játszódik, de még a Thanos feltűnése előtt, valahol egy ilyen békésebb időintervallumba. Minden esetre a kiírásoknál lévő utó jelenetbe ott azért akkor lehet látni, hogy semmivé foszlik itt a Hank Pym is. Nem, az itt a kiírásoknál látszó utójelenet, az egy marhaság. Mármint nem a legeslegvége, igen, tehát, hanem hogy az első jó, de hát ez még szín. De hát ott még semmi felirat nincs, tehát ez egyszerűen ezzel ér véget a film. Hát nem, tudod, az a, mert úgy, hogy mindig két post-credit szín van, és az első azután megy le, hogy elmondták a főszereplőket, ja, meg jó, lemett ez a montázs, hát csak így értettem. Ez a nagyon-nagyon jó és drámai dolog történt itt, tehát akinek esetleg hiányzik valami megrázó ebből a filmből, az ebben a post-credit színben megkapja. Jó, ugyanakkor amúgy nem akarok semmibe se belekötni, mert amúgy élveztem a filmet, de azért megint csak bele lehet. Igen. Tehát magyarázd meg nekem azt, hogy ugye ez a jelenetsor, a hangya lemegy megint kvantumba, és szubatomikusba nyomja a hangja, igen. és közben ugye kommunikálna a többiekkel, és azok elporladnak. Ja. Na de hát mi? Hogy van ez? Hogy? Tehát, hogy ugye mielőtt ők elporladnak, azért ez a világhír,
hogy megjelenik a Thanos hajója, mindenki pánikol, óriási fight van, na hogy, tehát ők ebből kimaradtak? Hát most nézd, de ugye érted? A Thanos feltűnik New Yorkban, ott van egy zúzda, aztán utána különféle bolygókon van zúzda, tehát az, hogy ők mondjuk Chicagóban vannak, tök mindegy, van még másik városban vannak egy emeleten, tehát ők tudnak a Thanosról, és valamiért kis, ugye nem valamiért, hanem a gyógymódot hozogatják ki a szubatomikus világból, amivel például ezt az évát a Ghostot lehet gyógyítani, most ez mindegy. Tehát szerintem ők simán lehetnek úgy, hogy jó, ők nem tudnak beleavatkozni a Thanos elleni harcba. Konkrétan lehet, hogy a méretüknél fogva, de most tényleg. És akkor ők most kísérletet hajtanak végre, és arra senki se számít, hogy az univerzum fele el fog porladni. Igen, szerintem ez annyira nem zavaró, csak ezt akartam vele mondani. Jó, mindegy, ez ilyen, jó, nem zavar annyira, hát csak így szöget utat a fejembe, hogy azért jogos, fura, hogy... Jogos gondolat. Kb. Akkor mindenki a tévébe ezt nézni. Igen, minden, igen, az igaz. Hát a Thanosnak az álmokfutása, mielőtt ketté porlasztja az univerzumot, New Yorkra korlátozódik, meg Wakandára. Jó, ezt veszünk. Én a Wakandáról biztos nem tudnak. Mit tudom én, Budapesten kellemesen el lehet élni még a Thanos első érkezése után is. Aztán de azért szép, hogy mindenki elporlad megint ott kint. Fú, nagyon durva. Tudod, én tudod, hogy csináltam volna? Meg úgy, hogy ezen a tetőn ott van velük a hangya kislánya, és mindenki elporlad, csak a kislány maradott. Hát, és akkor, hogy most apa, tök jó lett volna. Hát az még durvább lett volna. Durvább lett volna, de az hagyott volna neked egy kis kaput arra, hogy most akkor mégis tudnak kommunikálni, valamit majd nem tudom, kitalálnak. A kislány visszahozza valamit. És hős lett volna, kislány, ő lett volna. Tehát szerintem tök jó lett volna. Nem tudom, hogy fog kijönni onnan a hangya. Tehát külső segítség nélkül nem fog tudni szépen. Én szerintem egy olyan nyomot hagytak, hogy nem is fog ő kijönni, legalábbis nem első körben, mert ugye mondja a darázs a hangyának, vagy nem tudom, ki mondja, tök mi lehet, hogy Hank Pym. Ott, hogy vigyázzon, amikor lemegy megint a szubatomikus világba. Ja, hát a Michelle Pfeiffer mondja neki, hogy nehogy véletlenül belekeveredjen egy idő csapdába ott lent, mert abból nem tudják kihozni. Én szerintem ott lent a hangya be fog menni egy ilyen időhurokba szándékosan, hogy visszavigye minket a mi a neve elé. A Thanos elé, az egyébként poén. Ez lenne a teljesen elfogadható, csak ez meg valahol annyira átlátható, hogy biztos nem lesz ez ennyire könnyű. Tehát, ez érdekes ötlet. Lehet, hogy mindennek a kulcsa a hangya lesz. És akkor ez valószínűleg inkább, hogy a Captain Marvel lesz, az annyira hype-olták. Hát biztos, hogy ő része lesz a Thanos legyőzésének, de azért én nem tudom, te persze csináltál egy remek nyomozást ugye a Captain Marvel kapcsolatban, amit láthattok egy korábbi videóban, de hát én nem tudom, hogy ő van-e olyan, tehát ő belőle miért nem tud fasírtot csinálni? Mondom, hogy az egy annyira overpowered karakter lesz, amilyet még nem kaptunk. Tehát azt úgy írják le, hogy a Supermannél is erősebb ebben az univerzumban, mert egyszerűen akartak csinálni egy női hőst, aki aztán mindenkit üt, és ennyi. És, tehát, akkor minden esetre lehet, hogy lesz szerepe. Hát az egyébként rohadt kiábrándító lenne, hogyha ennyi lenne, hogy ő így egyszer egy vs. egy. Biztos, hogy nem. Nagyon remélem, hogy nem ez lesz. Szükség van időúrokra. Ja. Még másik dolog, amit még akartam mondani, ez kukacoskodás, de akkor, amikor találkoznak először, amikor megtestesül a Michelle Pfeiffer egy kicsit a hangjában, és akkor vannak, jó, gyönyörűek a poénok, de Abel, 30 évig a Michelle Pfeiffer egy ilyen kvantumvilágban van, ahol amúgy is megőrülnél már egy perc alatt, mert az első részben azért elég durva flash-ei vannak a hangjának, és akkor ő egyszer csak kijön, és teljesen normálisan, tehát, hogy adjátok, majd én átírom, és aztán mellékesen, ja, szia, de rég láttalak, 30 évig halad, egyedül volt, és akkor, tehát, hogy ez megint egy kicsit ilyen, igen, olyan dolog, ami így kicsit fura, de jó, minden. Nagyon kicsit furcsa, csak mert ez a jelenet viszont annyira jó megint. Jó, tehát, persze, hogy ilyet ritkán, sőt, nem ritkán látunk konkrétan ilyen jelenetet, nem tudom, hogy láttam-e még, és annyira jól áll a Polrádnak azt, hogy a Michelle Pfeiffert alakítja, hogy nem igaz. Tehát, hogy itt szerintem erre kell most figyelni. Nincs hiányérzetünk. Nem, szerintem. Ez jó volt. Szerintem sokkal jobb volt, mint az első. De hát a Hangya egy, is egy nagyon-nagyon friss film volt. Nagyon-nagyon új, hát most szó szerint új nézőpontból lehetett a dolgokat megtekinteni. És a kettő az szerintem méltó folytatása ennek, és annyira jó, hogy meg lehet csinálni ezt ebben az egész univerzumban, hogy lehet egy nagyon nyugodt túrát tenni egy olyan spin-offban, akár két film erejéig is, vagy háromig is, ami nem érinti feltétlenül a központi szálat, ugye, konkrétan a bosszúállókra gondolok, de mégis van benne igazi. Persze, nagyon jó kis történet, és az is tök jó, hogy ez tényleg csak a Marvel csinálja szinte a világon, igen, egyedül, hogy csinálnak második részeket, harmadik részeket, és mindig jó.
Nem? Igazából mindegyik jó, a Thornak is tetszett. Jó. Hát nagyon. Még a kettő volt talán az a leggyengébb második rész, a hát, Thor 2. De még az is, de még azt is élvezte az ember, nem? Ez simán újra nézhető filmek ezek, és szerintem ja. nagyon szórakoztatóak. Nagyon érdekes, hogy ezt ilyen lazán csinálják. Igen, igen. És nagyon jól raknak össze egy óriási kirakost, aminek minden darabját élmény nézni szerintem, meg a helyére illeszteni a mi fejünkbe is. Konkrétan már olyan videók vannak ugye a YouTube-on, amiben lehet látni ezt a timeline-t, ugye egy ilyen idővonalat, amiben szépen összetudjuk mi is rakni azt, hogy mi után történt, hogy kerülnek elő a kövek, stb. Tehát, hogy jó ebben a játszótérben elszórakozni még mindig szerintem, és ez még így is marad, hogyha ezek az alkotók maradnak, már pedig maradnak. Úgyhogy Marvelt nem kell félteni, viszont a DC-nek folyamatosan újra föl kell kötni a nadrágját, mert hát amikkel jönnek elő, az végtelen. Nem sokára jön az Aqua, mert kíváncsi leszek. Én is, de az lehet jó, az lehet jó. Lehet jó, Gyuri, mint eddig, majdnem minden lehetett volna jó. Én szerintem az Aquaman az ugyanolyan lesz, mint a Wonder Woman. Mindent megtesznek, mert ugye a Black Adam az például a Rock lesz, tehát a szikla is csatlakozik a DC kásztjához. De hát most nekünk itt nem tisztünk erről beszélni, majd azt megvitatjuk akkor, amikor előjön. Annyi biztos, hogy ott valamiért nincs meg ez a nagyon jó puskapor, de hát abszolút nem. És ugyanez sajnos kezd igazá válni a Csillagok háborújára is, úgyhogy hát bizakodunk abba, hogy ezeket helyre lehet lántani. Azt vágod, hogy a Csillagok háborújának a befejező részét ketté fogják szedni. Két külön film lesz. Hát... És az egész a Kylo Ren és a Rey-nek a szerelméről. Akkor a Gyuritól nagyon sok szép, dühöngő pillanatra számíthatunk. Hallod. Én csak egyszerűen vesztem el a lelkesedésemet, tehát, hogy a Marvel-lel kapcsolatban visszatér meg ide, az érdekes, nem, hogy mi lesz vajon, egész Hollywooddal mi lesz mondjuk 30 év múlva. Tehát úgy értem, hogy nagyon fogynak az ötletek azért. De a képregények nem. Neked, a képregények nekünk sok, fogalmunk nem. sincs róla, hogy milyen, mennyi kretén képregény van. Nagyon sok, az biztos. Úgyhogy kifogyhatatlan. Szerintem hát rengeteg tényleg. Lesz. Szerintem ez a szuperhős zsánra, ez egy ebből iparágat fognak csinálni. Ez biztos, hogy fenn fog maradni. Örökre gyerekek maradunk. Ezt köszönjük. Úgyhogy ti is, amikor éppen arra van szükség, maradjatok gyerekek velünk. És nem sokára viszont komolyabb témákkal folytatjuk. Sziasztok!